Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.9. Sláger FM. 6 óra 8 perc van. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk most már élőben. Szia Piros, hello Ádám, hello Sziasztok. Hallgatók. Ha-ho mindenkinek. Hogy vagytok ma? Beleszállt a fájás a fejembe, de egyébként jól, köszönöm. Beleszállt? Igen, azt mondta reggel 3-kor, vagy ez nem tudom minek számít éjszakának, nekünk már fel olyan pirkadat. Felhált. Láttad, amikor jött? Nem, settenkedett, nagyon halkan, óvatos macskatalpú léptekkel érkezett, és aztán egyszer csak ott állt előttem. A halkos volt a betalvás? Tehát ilyenkor az... Hát a, megy a jobbra balra, balról jobbra. Figyelj. És most fordítva. Akkor én most felszólítom a távozást. Jó, ez jó? Az igazad, lehet, hogy ez volt téged. A baj, hogy nem mondtam neki, hogy azonnal menjél. De ilyenkor be is veszel valamit? Bevettem, igen. Mármint, hogy valami fájdalom csillapított, arra gondolok. Nem a párna csücskét. Na jó. Nem arra gondol. Nem használt. Péntek van, aminek általában szoktunk örülni. Mivel telik a hétvége? Ezzel a nagyszerű kérdéssel készültem. Mert kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok csinálni hétvégén. Te például mivel készülsz, Piros? Megyünk sportágválasztóra. Wow! Hogy megnézzük a kínálatot a kerületben. Meglátjuk, hogy aztán mi lesz a vége. Lehet, hogy a gyerek a végén búvárkodni fog. Aztán szülinapi zsúr, borfesztivál, hát ilyen vegyes. Elég lesz erre 2,5 nap? Kettő, igen, elég. Ádám? Ugye 28 fok is lehet a hétvégén, én egy utolsó úszást, szabadtéri úszást terveztem, meg elmegyek egy Erdély fesztiválra, ami a fővárosban lesz, úgyhogy nekem is lesz ilyen külső programom. Csabi? Nálunk koncert lesz, Dunakeszin, még egy kör. Legalább nem kell messzire utazni. Zoltán Erika előzenekarra leszünk. Hú, de akkor remélem, hogy Dominik, legalább szintén. Egy Zoltán Erika dalt eljátszottok. Hát majd ő, hát Zoltán Erika előtt nem játszunk Zoltán Erikát. De hát viccesen a ti stílusotokban. Jó, nem, oké, nem adok hülye ötleteket, na. bocsi. Nem való neki. De jó, hogy nem én mondtam, hogy hülye ötlet. Ez lesz szombaton, aztán vasárnap mind a két gyermekem megkezdi a bajnokságot, mert ugye eddig csak felkészülés volt, meg ilyen edzőmeccsek, de elindul mind a kettőnek a bajnokság. És te? Meg közben le kell futni valahogy ezt a negyed maratont, vagy hogy hívják ezt? Tehát a fél maraton harmadát. És, de nagyon fogok sietni haza ezt, hogy odaérjek a gyerekek meccsére. Tehát gyorsan le fogod futni. Úgyhogy húzós lesz. Húzós igen, lesz hát a hétvége. Is. Milyen lesz a hallgatóknak? Mit terveznek erre a hétvégére? 0630 30 30 103. Sláger reggel. Egy perc múlva 4:07. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát péntek van, ilyenkor mindig erről beszélgetünk, hogy na, ki mit tervez hétvégére. Sportág választás lesz Piroséknál, fesztiválozás lesz Ádámnál, Erdély-fesztivál? Erdély-fesztivál, bizony. Én koncertezem, plusz meccsekre megyek, és még egy kicsit futni is fogok. Hallgatóink közül Attila pedig nem azt mondja, hogy elmegy szüretelni Badacsonyban holnap reggel, tehát szombaton. És úgy érzem, utána a hétfő. Ezt valószínűleg jól érzi, bár hogy a mustól hogy lehet esetleg, hogy kimaradjon egy nap, azt nem is tudom. Az is fejbe tud vágni. Jól van, na. Ó, én olyan rég szüreteltem, és imádtam, nekünk ugye a családban volt több szőlő, és óriási banzáj mindig a szüret, de most valahogy még Zalánnak nem tudtuk ezt az élményt megmutatni. Pedig emlékszem, amikor mezitláb kellett a kádban taposni a szőlőt. Amikor... Na akkor majd jövő héten ajánlok neked egy jó programot. Jó. Jó? Jó, jó, jó. A szület kapcsán. Jó. De más is egyébként fesztiválozik a hallgatóink közül. Azt írja Kriszti, hogy Csülök Fesztivál Kakucson isteni lesz, vasárnap kipukkadásig eszem magam. De jó neked, mi meg futkározni fogunk. És gondolsz közben majd Csorgonyállal a Csülök mondom, Fesztiválra mikor, Kakucson? Mikor ér véget a meccs? Hát még odaér. Jó futás és egy jó meccs után egy jó csülök. Azt hiszem, megkoronázná a sportnapunkat. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten. A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Jó reggelt kívánok, hát hadd kezdjem akkor én is a nap eddigi egyetlen jó hírével. Péntek van, aki már most elindult, az jól tette, még jól lehet közlekedni a városban, de nem lesz ez mindig így. Például a Podmanicki utcában, ahol már most lassul a forgalom, ezen kívül Ákos szavait tudom idézni, látod, nincs mit mondanom. Tomi, te mit tervezel a hétvégére? Én most jöttem az a nyalalásból, ahol végig pihenni kellett volna, úgyhogy most pihenni szeretnék a hétvégén. Hát meglátjuk, hogy hogy sikerül. Erre majd mondok később valamit. Szevasz! Oké.
Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. Ugyanis az van, mondom a hallgatóknak, hogy Tomi még nem tudja, hogy bevettük a félmaratoni csapatba. Nem, de most tehát... kéne eltérítenie azt a helikoptert, én úgy érzem. Hát most lezuhan magától most. Hál' Istennek ezt most nem hallja, de majd szépen lassan így beadagoljuk neki. Ma van péntek, hogy vasárnap tagja egy félmaratoni csapatnak. Remélem, hogy így kipihente magát a nyaralás alatt, és le tudja futni a neki felkínált penzumot. Lehet, hogy kicsit átadom az enyémet is neki. Tomi védelmében mondom, hogy egy sportos fiút választottatok, tehát hogy van sansza, legalább egy hogy legyen. Túléli. Az első velet zenél a Slágeren 6 óra 17 perckor. Jó reggel! Sláger reggel! Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 6 óra 24 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, úgyhogy ilyenkor a szokásos kérdés, ki mit tervez a hétvégére. Hát nem fogunk unatkozni, ahogy itt hárman elmeséltük, hogy mi a programunk, de azt látom, hogy a hallgatóink is elég rendesen betervezték ezt a hétvégét. És sokan számítanak a szép időre, mert Bori például azt írta, hogy sátorbontás, grillezés, úszás és horgászás. Hát hogyha ez mind valami szabad vízben, ráadásul azért én most nézegettem a héten, hogy mindegyik lecsökkent 19-20 fok, tehát már nem annyira acélos, hogy az ember, ah persze, egy utolsó úszás, hajrá itt szeptemberben. De a horgászásnak jót tesz. Az biztos. Buszos Ádám azt írja, hogy végre szabad hétvége, kerti sütés, medence téliesítés, sörpuszpálenka. A medence téliesítés az nálam is megvan, van egy ilyen felfújható medencénk, és szerintem egy másfél hónapja nem volt benne senki. Néha a kutyák megfürdenek benne. De még augusztusban tök meleg volt még. Engem csak nem volt lehetőség, meg nem volt időm. És leereszted? Le. Hát ilyenkor kiengedem a vizet, és akkor szépen kitakarítom, elrakom. De valaki pihenéssel tölti a hétvégét, milyen érdekes ez, hogy valakinek van erre ideje, meg lehetősége. Azt írja, hogy rá kell pihenni a jövő heti stuttgarti Merci Múzeum látogatásra. Wow. Oda mennél te is. Azt nem. Én nagyon szívesen megnézni. Mindig azt mondtam, hogy ha egyszer nagyon sok pénzem lesz, nyerek a lottón, ha egyszer majd játszom, igen, ha egyszer akkor elmegyek a Merci gyárba, és megmondom, hogy egy régi Merci gyártsanak nekem mindenféle modern eszközökkel, amik a mai Mercikben benne vannak, vagy a mai modern autókban. Laura, hallod? Oké. Okay. Mit kell ezzel hallani? Hát, hogy meglepetést kell szervezni. Hát, hogy nehogy lottózzon helyettet legalább, nem? Ha ő nyeri, biztos nem Mercit fogunk vásárolni. Itt van velünk Zsuzsi, jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Szia. Na, mit tervezel a hétvégére? Hát én ilyenkor beszoktam néha segíteni egy ilyen kisvasút, ahol én lakom, itt Pestől nem messze egy városkában. Ilyen városnéző kisvasútra szoktam felszállni, és segítek. Én vagyok a kalauz. Wow, de jó az! Nagyon-nagyon élvezem. Itt is lesz itt, ahol én lakom, egy borfesztivál. Gyerekeknek állatsimogatás, fröccsmaraton, esetleg ha valaki benevez, 400 méterenként kap egy fröccsöt, 2000 méter, hát mondtam, mire beér, addig a már teljes kómába lesz, de... Nem támogatjuk ezt, abszolút nem támogatjuk. Maradjunk a maratonnál, de Zsuzsi, nem lehet elárulni, melyik város ez? Hát, ha valakinek annyira szimpatikus volt a fröccsmaraton mínusz összes többi program. Én nagyon szívesen, Érden lesz, Érd és Ófalu között, a minaret között lesz lovaskocsi bemutató, akkor ilyen szépség királynő választás, egy hajdúszoboszlói wellness nyernek, tehát rengeteg-rengeteg program. Igen, Érdi nap van, tudom, másodikától tízig, én láttam is, bizony. Bizony. Valamit szeretem mondani, a piros, csak nem értem. Most mond? Nem, fejezd be nyugodtan, igen. Tehát, hogy mindenkit szeretettel várunk, engem a kisvasútnál megtalálnak, 42-szer fogunk fordulni, minden negyed órába indulunk valahonnan. Én nagyon élvezem, tehát nagyon, ez most teljesen már fel vagyok spanolva holnapra. Zsuzsi, köszönjük, hogy elmesélted. Köszönöm, hogy gyertek. Jó, köszönjük. Szia. Köszi, hello. És mit mutogattál közben? Azt próbáltam mondani, ugye érkezik majd még Pordán Petra is hozzánk ma, illetve az Angyalok, Tücsi is érkezik, és Petra is hoz majd programajánlót a hétvégére, úgyhogy még a mai nap folyamán foglalkozunk egy kicsit ezzel. Köszönjük szépen. Na. Mindenkinek, aki elmesélte, hogy mivel készül, mert hát ha voltak köztünk olyanok, akiknek semmi ötletük nem volt erre a hétvégére, és mondjuk pihenni szerettek volna, ne pihenjenek, annyi jó program van. Fél hét van, jönnek a hírek, aztán foglalkozunk többek között a hurrikánnal is, ami Amerikán söpör végig, vagy Amerika egy részén. Fel is hívjuk az egyik hallgatónkat, aki éppen menekülni készül a hurrikán elől, és várjuk a közlekedési infokat 0630-30-30-103. Ez a Sláger reggel, Budapest reggeli műsora. Mi a nagy újság ma?
ez a nagy újság. Lapszemle a Riposzt támogatásával. 6 óra 39 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Beszélgettünk itt a hétvégi magyarországi, Pest közeli fesztiválokról, lehetőségekről, hogy hogyan töltsük el jól ezt a hétvégét. De tőlünk egy kicsivel távolabb, mint ahogy azt az Ádámtól a hírekben hallhattuk, azért nem annyira könnyű az élet, hiszen ott a hurrikán Amerikában. Igen, napok óta figyelemmel követjük Irma utazását, ha lehet ezt mondani. A Karib térségben kettő szigetet már teljesen letarolt a hurrikán, ott az épületek 90%-a megrongálódott, 13 halottról tudnak eddig, és a Vöröskereszt arra figyelmeztet, hogy 26 millió ember is, tehát 26 millió ember is veszélyben lehet Irma miatt, ami egyébként most 300 kilométeres sebességgel tart Haiti felé és Kuba felé, és a hétvégén megérkezik az Egyesült Államokba, szombatra datálják ezt Florida partjaihoz. És van nekünk jó néhány hallgatónk, akik interneten keresztül vannak velünk a világ különböző tájain, például ott ezek szerint Florida környékén is él valaki, hiszen itt van a vonalban velünk. Laci, jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Szóval az a kérdés, hogy veszélyben vagy-e, vagy mi a helyzet most ott? Valakit akartunk keresni, aki testközelből látja ezt az egészet. Számolj be nekünk arról, légy szíves, hogy mit tapasztalsz? Mit tapasztalok? Egyelőre azt tapasztalni, hogy az ivóvízkészletet felvásárolták az emberek. Hoppá! Tehát ez olyan, mint egy elháborús helyzet, úgy kell elképzelnünk? Csak az ivóvíz. Tehát élelmiszer minden van, csak az ivóvíz. Ilyen pánikvásárlás, tudod? Illetve a benzin készletet vásárolták föl hirtelen. Ja, mert mindenki autóval próbál menekülni kicsit távolabbra. Hát meg a generátorokhoz tudott 100 literével spajzolnak. Te elmész? Szóval igazából nem megyek sehová. Én fotós vagyok, tehát itt a téma, meg kell várjam. Aha, de és akkor hogy védekezel? Következő a történet. Tegnap délután 6 órakor updatelték az információt. Most már szinte biztos, hogy a félsziget közepén fog följönni ez a bizonyos hurrikán, ami még Miami és Kuba környékén, meg a szigetek környékén még 5-ös, 4-es erősségű lesz, viszont amikor bejön a szárazföldre, olyan szinten lelassul, mivel nincs neki további utánpótlás, energiautánpótlás a melegvízről, az óceán és a tengervízről, ezért lelassul. Tehát úgy néz ki, hogy mire ide fölér, hát nekem Miami 400 kilométer durván, tehát amikorra ide fölér, lehet, hogy már csak 2-es, reméljük, hogy 1-es, de az is lehet, hogy csak egy jó nagy zuhi lesz belőle, tehát én úgy gondolom, hogy nincs oka annak, hogy most beálljak az autópályán a sorba és menjek 30-al. Igen, mert ugye sok esetben pont az a baj, hogy aztán ott éri az esetlegesen az autópályán rekedteket ez a vihar, és akkor ez meg még rosszabb. Mekkora a pánik egyébként, Laci, mit látsz? Nincs pánik. Képzeld el, nincs pánik. Én tegnap is voltam vásárolni, és pozitívan értékeltem azt, ahogyan az emberek ezt megélik. Nincs pánik, mindenki megvásárolta, amit akar, jönnek, mennek, élik a napjaikat. Viszont az érdekesség, hogy amikor mondjuk a boltban elköszön az eladó a vevőtől, akkor azt mondja, hogy légy biztonságban. Azt hittem, egy nagyon erős puszi-puszi, hát ha utoljára találkozunk. Remélem, találkozunk még. Lacikám, nagyon szépen köszönjük, hogy beszámoltál nekünk erről, hogy mi történik nagyon ott az Irma közelében. Szép napot, vigyázz magadra. Szerintem folyamatosan kapcsolatban leszünk veled. Jövök kedden, ha tudok. Oké, rendben, köszönjük. Szia. Hát bízunk benne, igen, hogy még tudunk Lacival beszélni később is. Köszönjük szépen az információkat neki. Ez volt a mai nap nagy újságja. Lapszemlét hallottak a Riposzt támogatásával. Sláger reggel. 6 óra 46 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy friss közlekedési info Gézától. Lüllő és Gyömrő között a külterületen van egy kis köd, és emiatt csúsznak az utak, úgyhogy akik most indulnak el, erre mindenképpen számítsanak, figyeljenek. Köszönjük szépen az infót. És a hurikánnal foglalkoztunk, Irmával, és volt is velünk egy hallgatónk, Laci Floridából az előző percekben, de ezzel kapcsolatban van még hírünk. Igen, egy érdekesség, Richard Branson, multimilliárdos, amerikai multimilliárdosról van szó, lehet, hogy a hallgatók is ismerik, ő a Virgin Birodalomnak tulajdonképpen a tulajdonosa, ő a háza alatti beton borospincében vészelte át a hurikánt vendégeivel együtt, mert neki van egy saját szigete a Karib-tengeren, egy Necker Island nevű sziget,
a Virgin Birodalom alapítója a fotókat is tett föl az Insta oldalára, ahol látni lehet, hogy a kis csapata társas játékozik és emeletes ágyakon alszik. Én de... nagyon bírom ezt a fickót. Igen, ilyenkor mondják, hogy valahogy biztonságba kell helyezned magad. Ha úgy érzed, hogy a házad nem elég biztonságos, akkor kell elmenned. Egy borospince ezek szerint teljesen biztonságosnak titulált dolog. Hát meg egy betonborospince, azért abba gondoljunk bele. Meg hát gondolom elbódultak egy idő után, tehát ez soha jobb alkalom. Hát hogy most miért? Hát is mit csináljanak? Hát föl, figyelj, Richard, itt van írva. Hát kit érdekel? Menjünk le! Igen, menjünk jó le. Nő! Menjünk le ott a Scrabble, játszunk egy párat, aztán utána addigra elmegy. Jó, hát ezt kívánjuk egyébként mindenkinek, hogy rendelkezzen egy saját szigettel, egy saját betonboros pincével, ha esetleg bármi baj lenne, akkor oda el tud és bújni. Jó barátokkal, nem? Hogy igen. Ne egyedül kelljen átvészelni ezt. Sejtem, hogy azért ez mindenkinek nem fog sikerülni. Vagy barátkozzon össze ezzel a Richarddal. Telefonszám? E-mail cím? Figyelj, csak kiadható? Képeket rakott ki mi? A légitársaságnak kell írni, aztán hátra közvetítik. Igen, hátra. Vagy a lemez kiadónak, Csabi. Most lehet jelentkezni a gyerekjátékra, leginkább most telefonon, jó? Legyen az, hogy telefonon jelentkeznek, 0630 30 30 103. Továbbra is a vágtára lehet belépőket nyerni, és közben Roy és Ádám zenél itt a Slágeren. Ez a Sláger reggel, a Sláger FM-en. Vágó Pirossal, Abaházi Csabával és a legnagyobb slágerekkel változatosan. És lett napsütés, meghozta a dal. Köszönjük szépen, a Herből hallgattunk egy slágert, és most jön a játék. Erre még egy gyerek is tudja a választ. És te, gyerekjáték. Itt van velünk Ildi, szia, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Hát péntek van, ilyenkor általában már csak egy tantárgyunk szokott maradni, mert a többit elviszik. Így van most is, a föci. De hogyha nagyon-nagyon szeretnéd, hogyha ezt a pénteket egy kicsit meg szeretnéd fejelni nem. Egy jó énekléssel, akkor az énektanárt be tudjuk rángatni. Nem mondj közben nemet. De. Na. Jó vagy, jó veled beszélgetni. Szóval akkor ének, azt mondod? Nem, maradjunk a földrajznál. És mi lett volna, ha ma csak az ének marad? Akkor nem hát jelentkezik akkor játékra. Akkor marad az ének. Na ugye, akkor csak az ének maradt. Csabi! Akkor igen, de így nem. Én vagyok, aki elárultam a föcit. Na akkor jön a föci kérdés, figyelj. Melyik magyarországi város nevezzük a napfény városának? Húha, várjál. Ugye jobb lett volna énekelni? Sok, ne. Sok napsütés, hol lehet az? Lendélenéde. Hát biztos, hogy délen van. Szegedre tippelek. És jól tippelsz. A tippet tökéletes. Ez az. Köszönjük szépen. Bezony. Két darab lelátójegyed már is van a 10. Nemzeti Vágtára, aminek szeptember 16-ai programjaira szól ez a kettő darab lelátójegy. Szuper, köszönöm szépen. És akkor egy kis ének? Szép hétvégét nektek, nem. Köszi, szia! Szia! Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 7 óra 9 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Minden pénteken. Halló, angyalok! Az egzotikus szépségű Tücsivel, akitől még a jéghegy is megolvad, és a bársonyos hangú Petrával, aki garantáltan forró hangulatot teremt az éterben. Halló, angyalok! Szevasztok, csajok! Már most röhögtök, már mindig kell elgyörölni. Mert az a jó, hogy az egyikünknek nem jó hangja, a másikunk meg nem szépen klasszik rá. Imádom ezt. Mi baj a Tücsi hangjával? Imádom a hangját, hogy ezt tudja, pláne ha énekel, ugye? Azt nagyon szereti, igen, de ezzel még várok a hallgatókat, nem örvendeztetem meg vele. Pedig a Csabi szerintem nagyon kíváncsi igen. Csak annyit fogunk látni, hogy szélsebesen le a füles, és kirohan, és szerintem fölcint. Tehát nagyjából ezt tudom elképzelni. Mert hogy egy zenész, nem tudom, mit szólna hozzá. Én már annyi mindent hallottam, én bármit elviselek. Hidd el, hogy nem. Jó. Én végig énekelem a dalokat, úgyhogy ha bármit elvisel, akkor muszáj lesz meg kell mutatnunk, igen. Én az összes ilyen tehetségkutatót addig nézem, amíg a profikbe nem kerülnek. Én is egyébként azt szeretem, addig a válogatókat. Igen. Ott nekem is lenne helyem. Akkor tessék, énekelj, lehúzom a zenét, parancsolj. De így nem tud, ahhoz kell egy atmoszféra. Twist, a kaszinót visztem majd, na. Na az van, hogy közben elindult az élő közvetítés a Sláger FM Facebook oldalán, úgyhogy... Hova integetünk? Sziasztok! Hello! Jó reggelt! Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok. És... így ezen keresztül is tudnak velünk kommunikálni a hallgatók, jó? Tehát, hogyha hozzá szeretnének szólni a műsorhoz, ha esetleg véletlenül felteszünk egy kérdést, el tudunk jutni
jutni odáig. Három nő között egyáltalán van lehetősége hát, bármit mondani. Hát ha ügyes vagy és alfahím, akkor simán megy. Ismét kezdi. Elkezdeni, nem tudom, nem, hogy befejezni a mondataimat. Parancsolj, kérlek. Hogy ugye arról beszéltünk múlt héten, hogy Tücsi költözik, vagy költözni fog Amerikába, és én már látom, most látom az arcodon, a szemeidben a szomorúságot, hogy mennyire fognak hiányozni a barátok, a család. Meg a te szemedben is, hogy még mindig itt vagyok. Én ezt látom. Még mindig három nő. Egyébként, hogy válaszoljuk a kérdésedre is. Jól érzem magam ebben a helyzetben. Akkor azért sajnáltatod magad egy kicsit. A hallgatókat szeretném ezúton is kérni, mint múlt héten, hogy sajnálják Csabit, és írjanak neki, hogy ők mellette vannak, és mi majd könnyeket hullajtunk. Ne legyezgessük már ennyire az önérzetet. Én sem gondoltam komolyan. Akkor jó. Figyelj, de neked meg van már a vízumod? Biztos, hogy utazol? Hát, hogyha nem is lenne meg a vízumom, kedves Csabi, akkor is Esztával ki fognak engedni az országból. Mivel? Kivel? Eszta. Tudod, ez a könnyített vízum. Hát nem tudja, nézd a szemébe, hogy minden, tudod, van Amerika, oda el lehet utazni. Kezdjük innen? Igen. De már nem csak vízummal, tehát tudom, hogy még az őskorban. Na mindegy. Szóval, hogy amikor te voltál utoljára gyerekkorodban, akkor még vízummal lehetett. Én még életemben már... nem voltam Amerikában. Ja, Európát még nem hagytam el. Érted? Ezért nem tudom, hogy mi Amerika az Amerika hálás, ezért. Oda küldelek téged előbb, terítsd fel, hogy például engem is képesek ebben fogadni. Hát de most komolyan, biztos, hogy tudsz utazni? Hát nagyon remélem, drága követség, hogy nem teszik meg velem azt, hogy itt kell maradjak a szerelmem nélkül. Lesznek majd tippjeink, jó? Hogy hogyan tudsz 100%-osan a szerelmed után menni Amerikába. Na, erre kíváncsi vagyok. Ezzel fogjuk eltölteni az előttünk álló 50 percet. Sláger reggel. 7 óra 16 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy kis navigációs segítség a magasból. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten. A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. A Hűvös Völgyi út a Bognár utcáig dugul befelé, de hát az ipari tanuló ahhoz képest, ami a Hungárián van a stadion és az M3-as bevezető között, na egyébként, aki ott akarna a városba bejutni és időre menne, az 19-re húz lapot, ugyanis a Szerencs utcai lámpától már az M0-ásig áll a sor, ráadásul a körgyűrűn az M3-as előtt észak felé kisebb baleset is történt, a kollégáim a repülőt már megzenésítették, lesz még rossz. Figyelj, Tomi, szoktál futni? Hát néha előfordul. Lesz majd, mit egy, lesz majd egy ajánlatom neked a hétvégére, szevasz! Ciao! Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. Csak mondom itt a haló angyaloknak, hogy Tomi még nem tudja, hogy bevettük a csapatba, félmaratont fogunk futni a Somogyi Zolival. A Turbó Tomival, csak még nem tud róla, meg velem. Oh. Ti hárman osztjátok meg a félmaratoni távot? Igen. Hát nézzél rá, hát mit vártál, mennyit tud lefutni? Legyél már büszke erre, hogy mi hárman le tudunk futni összesen 21 kilométert. Nagyon büszke vagyok. Én egyedül is letudtam. Hát akkor, ő futó volt, miért, mondom. Lefutott helyett? Miért nem kértetek meg engem, hogy csatlakozzak a váltótokhoz? Kicsit Tomi, színesítettem volna. Én nem megyek, Tücsi megy. Rá fogsz faragni, mert csak mondom, hogy ezt így elmondod. Mit csinálsz vasárnap reggel jut eszembe? Már van programom. Persze. Ágy, paplan, párna. Na az van, hogy és a... És sűrűn gondolsz rájuk. Igen, nagyon. A Sláger FM Facebook oldalán nyugodtan hozzászólhatnak a műsorunkhoz, annál is inkább, mert szeretnénk tippeket, tanácsokat adni Tücsinek arra az esetre, ha esetleg véletlenül úgy döntene az amerikai kormány, hogy nem adja meg neki a vízumot. Ugye te most költözni szeretnél, mész a szerelmed után, aki sportolni megy, és az volt az ő feltétele, hogy csak akkor megy, ha mész vele, ugye? Így van. De hát azért ez benne van a pakliban, hogy előbb-utóbb azt mondjuk, hogy figyelj, ne menjetek már ketten. Ő megkapja, mert ő dolgozni megy, de te oda henyélni nem megy már, érted? Hát maradj itthon. Egyrészt nem fogok henyélni, mert minden péntek hajnalban zaklatni fogtok, és én kis pizsibe ülök majd, mert ott éjjel lesz, és veletek fogok reggelizni, ami nekem éjszaka lesz. De ezt az amerikai kormány mondhatja, hogy ezt csinálod itthonról is. Bemegyek, szimpatikusan megmondom, hogy nézzék meg, hát a jövő reménysége, de hát nélkülem félkor óriás, ezért elmondom, hogy tudod 100%-osan elérni azt, hogy megkapd a vízumot, hozzá kell menned ez a jó emberhez. El kell, hogy vegyen feleségül. Húha, ez nagy hallgatás. És én szeretnék kérni hallgatói segítségét, nekem ebben nincs tippem, de hát, ha Petrának, igen, Pirosnak van, hogy hogyan tudja egy nő rávenni a férfit. Hát az már régen rossz, meg rá a kezét. Kell venni. Én nem vettem rá magától. De megkérte már a kezed? A jó még embered? Nem.
Ne? Mióta vagytok együtt? Gyorsan kellene most cselekednie. Egy éve. Egy éve, ha. Hát vágysz rá, hogy megkérje a kezed? Ezt szerintem minden ő vágyik erre. Na, amikor fülig szerelmesek vagyunk, akkor semmi más vágyunk sincs. Mondjuk én nem vágytam. Mégis megkérték, nem vágytam. Igen, mondtam. Annyira nem, kedves vagy. Nem, de ezt tudod, én mondtam, hogy én soha nem megyek férjhez, mert ugye a szüleim elváltak. Aztán a férjem letérdelt elém a születésnapomon, és nem tudtam nemet mondani. Igen, mondtam, nagyon, és nagyon boldog voltam. Te tettél érte bármit? Utaltál rá, Piros, hogy most már itt lenne az ideje? Itt lenne nem, az ideje most már? Nagyon hip-hop kérte meg, úgyhogy nem. Igen, nem. Nálunk is. 3 hónap után. Hus. Már. Írják meg nekünk a hallgatóink egyrészt a Sláger FM Facebook oldalán, másrészt SMS-ben, hogyan lehet egy férfit rávenni arra, vagy hogyan lehet terelgetni abba az irányba, hogy most már eljött a lánykérés ideje. Na, erre kíváncsi vagyok. Én is. 0-30-30-30-103, Tücsinek nagyon nagy szüksége van ezekre a tippekre. A Hungária zenél, ez a Casino Twist itt a Slágeren. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.9 Sláger FM. Ez Budapest reggeli műsora a Sláger reggel Abaházi Csabával és Vágó Pirossal. 7 óra 23 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Halló angyalok, Tücsi és Petra továbbra is a stúdióban, hiszen péntek van és ez mindig meg fog történni. Egészen addig, amíg Tücsi el nem hagyja az országot, de nincs könnyű helyzetben, mert mi van akkor, ha nem kap vízumot, hozzá kell mennie az ő szerelméhez. Másképp nem tudtok együtt kimenni, ez az én feltevésem, és ezért kértük hallgatóink segítségét, hogy mondják meg, hogy egy nő miképpen tudja elérni, hogy a férfi, a pasi megkérje a kezét. De azért ez egy nagyon mély árok, mert hogyha ezt folyamatosan rugdostok minket, csajok, hogy most már aztán kérd meg a kezem, akkor lehet, hogy mi azt fogjuk mondani, hogy ne, azért nem így. Ez a csajok alapvetően nem így ügyeskednek, igen, szerintem. Meg hogy 3 olyan nővel beszélgetsz, akik nem rugdossák a párjukat. Tehát, hogy igen. Szerintem nézeges az esemesek közé, majd hát találsz olyat, aki rugdosta. Mert hallottam nem. Olyan történetet, ahol a hölgy megpróbálta a pasi barátait rávenni arra, hogy valahogy itt tereljék. Aha, jézus. Hát ez a legrosszabb szerintem, hogy lehet választani össze. A barát pasik mennyit rölkedtek? Hogy mondják, hogy jaj, de jó ez a csaj, hát megfogtad vele az istenlábát, stb. És volt egy ilyen színpadi esemény, és azt felhívták a lányt meg a pasit a színpadra, és azt mondták, hogy na, ugye, hogy ez a legjobb pillanat arra, hogy megkérd a kezét a barátnődnek, és azt mondta pasi, nem, és lement a színpadról. Ez mennyire megalázó, meg akkor is együtt voltak egyébként, igen. És állítólag mind a mai napig együtt vannak, csak nem házasodtak össze. És megkérte? Vagy azóta sem? Nem, együtt vannak, házasság nélkül. Na, hát én a lány is úgy, mint ahogy ti. Mert ezek a srác olyan szinten megmakacsolta magát, hogy na akkor biztos, hogy nem. Ha szeretsz, akkor papír nélkül is, ha nem, akkor meg... Hello. Ezért veszélyes a helyzet, ezért kérjük a hallgatói segítséget, hát, mert mi így négyen a stúdióban nem fogjuk eldönteni, hogy a Tücsi mivel tudja ezt elérni. De neked vannak ötletei? Nem szeretné ezt elérni egyébként. Nem szeretné? Nem, annyira szeret, de hogy igazából... De nem beszélgettetek arról, hogy milyen jó lenne? De sokat beszélgettünk róla, és vannak gyanús jelek is, úgyhogy éppen ezért hagyom, hogy az ő kis tempójába intézze ezt a dolgot. És most ugye alszik. Ilyenkor még véletlenül sincs ébren. Ne érezze úgy, hogy... Akkor azt ne tudja, hogy ezt mit tőlünk kapta, és ne bennünket utáljon. Tehát hazamegyek. Kicsim, kelje fel, képzeld el, figyelj! Az volt adásban! Hogy? Jaj, láttam a neten egy olyan szép esküvői ruhát, olyan szép gyűrűket láttam egy ékszerbolt kirakatában, nincsenek ilyen kis szurkálások? Jézusom, nincsenek, hát én egyáltalán nem vagyok ilyen, borzalmas, vele csináltak ilyet. 80-as években volt? Na látod, na, mi se csinálunk ilyen. Ezért bízom benne, hogy egyszer elvesznek feleségül. Lehet, hogy azért nem kértek még meg, mert nem csinálsz ilyeneket, látod? De nem, hát ha szeret, akkor úgyis magától, neked is magától igen, jött, csak neked nem? Most, neked most sűrű lenne, vagy fontos lenne, hogy azt szoktam mondani, hogy... Hogy minél előbb megtörténjen. Igen, tehát, hogy sürgős lenne, ezt a szót kerestem. Nem akarok érdekházasságot. De akkor hogy mész utána Amerikába? Én, de Csabi, megoldom. Hogy aggódik, hogy itt igen, maradsz? Csabi, nem kell. Nagyon. De tényleg. Nem maradok itt a nyakadon. Segítsenek a hallgatók, jó? Hogy tudja egy nő elérni finom utalásokkal, hogy egy pasi megkérje a kezét? SMS számunk 0-30-30-30-103. De a Facebook oldalunkon is, a Sláger FM Facebook oldalán is tudnak üzenni Tücsinek, jó? Hogy tudja elérni, hogy a párja megkérje a kezét? 7 óra 27 perc van, szép jó reggelt! Sláger reggel! 103.9 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Sláger reggelben. David Hasselhoff énekelt, ez volt a Looking for Freedom. A Hello angyalokkal folytatjuk a hírek után is, és továbbra is keressük a választ arra, hogy hogyan tudná Tücsi elérni azt, hogy az ő kedvese megkérje a kezét, mert így biztosan ki tudna vele költözni Amerikába, ha már férj és feleség lennének, nem kellene a vízumra várni. Hát azt írja
autóra, hogy tényleg csak pici utalások kellenek, nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, mert kifarolnak a pasik, ugye? Tehát akkor ezért kérjük azokat a tippeket, amelyekkel ezt így szépen finoman, de el lehet érni, hogy a pasi szeresse, pasi kívánja ezt az egész dolgot. Hogyan lehet ezt elérni? SMS-ben 0630 30 30 103, vagy a Sláger FM Facebook oldalán is üzenhetnek nekünk. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger reggel Vágó Pirossal és Abaházi Csabával. Szép jó reggelt, 7 óra 41 perc van. Minden pénteken. Halló, angyalok! Az egzotikus szépségű Tücsivel, akitől még a Jéghegy is megolvad, és a bársonyos hangú Petrával, aki garantáltan forró hangulatot teremt az éterben. Halló, angyalok! Szóval próbáljuk férhez adni Tücsit, mert... Mindig erre vágytam, hogy valakire rá kell jön tukmálni. De értsd meg, hogy csak azért, mert aggódunk, hogy kiköltözik Amerikába, elkezdott sportolni, te közben intézed a vízumodat, és ha nem jön össze, és összejön valami rajongóval, valami szurkolóval, érted? Nagyon aranyos. Ennyire becsüli a képességémet. Jó lenne, hogy fel tudnánk hívni. Ez nem a te képességed. Ez nem a te képességed, ez a pasi képességed. Ő szeret engem. A tied. A férfi. Ne általánosítsunk. Te vagy ilyen. Érted? Én nagyon jól választottam. Na. Én. Hát te miért? Ki tette fel ezt a kérdést? Nem én megyek sportolni Amerikába, érted, a csajom nélkül. És a távkapcsolatban nem hallottál? Nem nélkülem. Hát de tényleg. Nem is, sőt, ugye ez volt, hogy nélküled nem megy. Most már itt tart, ő így konvertált. Hát de várj, múlt héten azt mondtátok, hogy ő elmegy, te meg majd utána mész. Igen. Tudod, azt ismered azt, hogy edzőtábor, de azért a barátnők nem szoktak menni. Bezárják őket, szálloda, reggeltől estig edzések. És te tudod-e, hogy miért nem mennek oda a barátnők? Jaj, ne! De! Ezeket a történeteket hallottuk, jó? Kokisok? Vagy hogy hívják? Hokisok, nem, jégkorongosok csajokban. Tehát vannak, női liga. Vannak, de szerintem... az edzőtáborok nem egy helyen, nem egy időben nem zajlanak. Nem. Jó. Azért nem viszik oda a csajokat, mert a csajok, ha unatkoznának, akkor más pasi után néznének. Pennyi, tehát most akkor várjál. Egyre jobb. Te miben vagy, de tényleg, mi van a te agyadban? Szerintem én... Egy férfi agy. Én szeretnénk kérni segítséget, hogy ez, meg az. Tehát hogy vetessem el magam, Csabinek egy jó pszichológust szeretnénk kérni. Ingyenesen kicsit kezelésbe veszik. Jó, azért a hallgatóink hozzászóltak a témához. Itt van például Klau SMS-e. Volt, aki komolyan vette. Na, hát ezt értettük. Hát figyelj, segítséget kértünk, és helyesek igen, voltak, tényleg, mert igenis, igen. Na, beleszólnak. Az, hogy elvegyen, az az ő döntése kell, hogy legyen, de azért lehet segíteni enyhe utalásokkal, esküvői ruha, képküldözgetés, folyamatos tortasütés. Nézd, drágám, ez ugyan most szülinapi, de akár ha még két emeletet rádobunk, lehetne esküvői is. Na jó, hát szóval meglett az eredménye, 3 éve elvett. Te ezt kinézed belőlem, Nyuszi. Hogy te elkezdesz tortasütni? És ezt mondom, hogy még dobjunk rá két emeletet, légy. Meg ruhákat mutogatnál, nem. 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 És ha mondanád neki, hogy szerintem az Amerikában olyan macerás lenne, ha ott vennél el. Hát, ugye, biztos, még... hogy itthon fog elvenni, mert óriási lagzi lesz a barátainkkal. De ezért majd hazajöttök, vagy ezt még előtte megértitek? Ezt megbeszéltétek, hogy te így gondolod. Nem, ezt már megbeszéltük egyébként. Tehát valószínűleg amiatt sejtem, hogy el fog venni, mert a lagzit jövőre tervezzük itthon, ugyanis ha vége a szezonnak, akkor nyaralunk egyet, és ha mindig hazajövünk nyárra. De hát addigra már meg lesz a baba is, nem? Persze, igen. Drága anyukám, apukám, szeretném elmondani, hogy egyébként terhes vagyok, és nem szeretnék leányanya lenni, úgyhogy szerintem el fog venni. Szeretnék titeket. A leánytól már az a baj, távol állunk. Ez már adásban volt, ugye? Igen. Jó, tehát elhangzott. Oké, rendben. Ez a Sláger reggel. 2 óra 48 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Továbbra is a Haló Angyalok a stúdió vendégei, mert hogy péntek van, itt van Tücsi, itt van Petra, és hát próbáljuk Tücsinek elérni, vagy elérni azt, hogy Tücsi mindenképpen ki tudjon menni Amerikába a szerelmével, mert hogy ő ott kint fog sportolni, és én aggódom, hogy esetleg nem kapsz vízumot, akkor ő ott egyedül nagyon fog bánkodni, és hát annyi nő van ott Amerikában. Ezt a kaján borzalmas vigyort egész egyszerű, hogy szemből csak azért, hogy szebb legyen a hangom, csak azért csinálom. Úgy letörölném az arcodról a szívem szerint. Mivel? Hát egy jobb egyenesen. Jól van. Szeretem a harcot. Ja, de te nem aggódsz ezért? Hogy ott ki már úgyis akkor a nőgyógyászt kell keresni, járni vizsgálatokra. Persze, az ultrahangra a baba miatt is. Igen. Nem aggódom, már kértük a csapatot, hogy mi úgy érkezünk, hogy babával a pocakomban, és akkor emiatt már várnak, jönnek ki elém, egy ilyen mobil ultrahanggal rögtön megnézzük, hogy a repülést jól bírta-e. De ez is lehet egyfajta...
ilyen módszere, hogy az embered megkéri a kezed, hogy azt mondod, hogy hát igen, te most ezt most komolyan mondod? Tehát, hogy egy nő azzal éri el, hogy elvegyék, hogy azt mondja, hogy terhes. Petra, ezt vannak. Én kérdezem tőled. Sokan hát te jó. Én tudom, hogy sokan vannak, de akik az a ezt teszi. Én tudom, csak az a legundorítóbb dolog a világon. Mégis teszik egy gyereket sokan. Felhasználni erre. Tehát, hogy jó, de ha már jön a gyerek, akkor csináljuk már meg, nem? Tehát, hogy... Egyébként szerintem, tehát menjünk bele, beszélgessünk el ezen a szinten. Most ezt találtak ki magának reggel. De nem magam, én neked akarok segíteni. Na akkor megint hogy legyen egy hallgatói SMS. Megestem, vagy... akkor hogy vegyenek el, ugye? Ez a legjobb. De most tényleg terhes vagy? Igen. Eljegyzés nélkül, Csabi. Fogadjunk, kössünk fogadásokat, hány bulvárújság fogja holnap megírni, hogy nem holnap, már ma. Mondom Tücsi számát, őt hívják, ne engem. Én meg tudom, hogy mit írt Lana, ugye, mert hogy a hallgatóink segítségét kértük, adjanak tippeket, és néhányan azért írtak. Én mindig azzal húztam, hogy a rendezvényeken, ahol dolgozik, túl sok csaj nyomult rá, ezért kellene egy gyűrű, hogy tudják messziről, hogy foglalt. Amikor megkérte a kezem, akkor magának is vette egy gyűrűt, hogy az esküvőig ne kelljen ezzel várni. Ez na, egy... hát vannak romantikus lelkű pasik. Ez egy tök jó tipp, csak hát ugye a jégkorongozók kesztyűben játszanak. És a kesztyűben is alszanak, élnek, meg úgy mászkálnak a városban is, ugye? Sőt, abban is szokott reggelizni, ebédelni. Elképzelem, hogy a sárgás csészét, vagy sőt, az ebéd utáni ristrettót abban is. Arra nem tudod rávenni, hogy a mezén vagy a sisakján rajta legyen a fényképed? Szerintem rá tudnám egyébként, de csak a tiéd mellett. Ti csak már elkezdte hímezni, nem? Már kész vagyok vele. Kész is vagy, flitterekkel is kihímezted. Már benne van a bőrödben. Annyi használható tippet adtam, hát egyet legalább csak fel tudsz használni ezek közül. Szerintem ezek közül bármelyiket felhasználnám, akkor bőröndökkel jönnék. Jövő pénteken kb. Mert egy épp elmény. Ja, hozzám nem tudsz költözni. Nem is szeretnék. Jó, tehát én azt gondolom, hogy még itthon el kell ezt intéznetek. Még el kell intézni. Mielőtt, igen, csak hogy biztos legyen, érted tehát a vízum. Gyűrűs, nem a postára gyere. Kell mennünk, el kell intézni. Tehát ez egy romantikus dolog, úgy érzelmek, pillanat, tökéletes helyszín. Ezt írt a Kari is egyébként. Nálunk egy sima kérdés volt, egy kedd délután megbeszéltük, hogy elveszem. Innen üzenjük Sofinak. De jó. Kicsim léci, tudom, hogy alszol nagyon mélyen, mert fel se ébredtél arra, hogy elköszöntem, de hogy ne légy. Négy nap múlva kedd, csak ezt üzenjük, jó? A kedve cserélhető egy sima péntekre is. Most lehet jelentkezni 30 plusz játékunkra, 06 30 30 30 100, legyen mondjuk most telefonon, jó? Sláger reggel. 7 óra 58 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jön a játék. Vágja, hogy mit fog kérál a gyereke? Ön vágja, hogy mit vakerál a gyereke? Akkor lökje! 30 plusz! Ismerkedés az Y-generáció dumáival! Jó reggelt, Judit! Jó reggelt! Jó reggelt! Ugye fordítottunk valamelyest a játékon, pont azért, hogy a 30 alattiak is be tudjanak kapcsolódni, és hogy a 30 pluszosok szavait is megismerje a nagyvilág. Na Judit, mit jelent a fakabát? Fakabát rendőr! Igen! Semmiféle segítségre nem volt szükséged. Én amikor gyerekként erre a szóra ráleltem, én imádtam, hogy fakabát, de hát miért így hívják? És próbáltam elképzelni, hogy fakabátban vannak a rendőrök. És az van, hogy manapság teljesen más jelzőkkel illetjük a rendőröket, de ezeket most nem mondjuk. Ezért is gondoltuk, hogy ez a szó jó lehet, mert hogy kevesen ismerik, de hál' Istennek te tudtad. Köszönöm! Szívesen! Szia! Köszönöm, sziasztok! Szia! Ez a Sláger reggel, Budapest reggeli műsora. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 10 perc van. Minden pénteken, haló angyalok! Az egzotikus szépségű Tücsivel, akitől még a jéghegy is megolvad, és a bársonyos hangú Petrával, aki garantáltan forró hangulatot teremt az éterben. Haló angyalok! Na szevasztok! Hello, Tücsi, hello, Petra! Hello. Petra, te mindig jössz ilyenkor, én kaján vigyorral ezt a szót adottam az előző órában Tücsitől. Nem ismerted ezt? Te valami meglepetéssel készülsz. Igen, kaján csak mint ételen olyan. Teljesen más értelemben használtam eddig ezt a szót. Ezért jó, hogy itt vagyunk veled, mindig tanulsz tőlünk. Tudod, ott a reszelt sajt a kaján. Értem. Tényleg egyszerűen működsz, Csabi. Az elmúlt 50 év hiába való volt, de most itt vagyunk. Miért az őszfaja, ne tévesszem meg, fiatalabb, mint amennyinek kinéz. Na mindegy is. Tényleg megvédted? Na mindegy is. Nem védtem meg, oda is szúrtam neki. Csak hárman vagytok? Csak hárman jöttök? Olyan hangsúlya volt, azt kiváltam. Ne felejtsétek el, hogy nálam van a mikrofon kikapcsoló gomb. És akkor én most viszont mi is nem tudjuk, hol kell bekapcsolni, meg az enyémet én is tudom irányítani, és odaadom a csajoknak, és... De Piros, nem ez a lényeg, hanem hogy a hallgatók azt hiszi, hogy csak őre kíváncsiak, tényleg? Tehát, hogy akkor szerinted kivel fogsz kiszúrni, hiszen nem velük?
Na, na te, akkor te jössz, tessék. Jó. Képzeljétek el, ugye mindig hozok olyan témákat, amit nyilván engem is foglalkoztatna, meg gondolom, hogy titeket is. Ti is lehet, hogy belefutottatok, ugyanis perc nyert egy stewardess, egy orosz légitársaság ellen. Történt vele az, hogy 48-as ruhát hordott a hölgy, és ezért azt mondta a légitársaság, hogy nem engedik a külföldi járatokra, csak a belföldi járatokra a ruha mérete miatt. De ez túl kicsi vagy túl nagy? Segítsetek. Hát 48-as volt a ruhája. Én 42-es vagyok. A csajok szerintem 36-osok. Igen. Én 4-es. Csak 4-es. Ah, basszus. Nekem csak 2-es futón. És a bíróság úgy döntött, hogy jó, a hölgyet azért kell kárpótolni, kapott pénzt is ugye a légitársaságtól. Viszont ami érdekes volt, hogy nem mondta ki azt, hogy diszkriminatív lett volna a légitársaság, és ezért a légitársaság maga is nagyon örült, hogy jó, hát nem mondták ezt. Megúszták is pénzbírsággal, folytatják ugyanezt. De szerintetek ez nem diszkrimináció? De most komolyan. Durván. Tehát azért, mert valaki túlságosan nagy darab, ezért elveszünk tőle bizonyos lehetőségeket? Tehát, hogy mutogathatod magad a belföldi járatokon, de a külföldi járatokon nem, lefordítva ilyen egyszerű dolog. Az a kérdés dolog. Igazából, hogy szerintem ez abszolút diszkrimináció, de nyilván vannak azért azok az állások, ahogy amikor a külső igenis előtérbe kerül, és szerintem a stewardessek is ilyenek. Tehát például azért én sem nagyon találkoztam olyan stewardesszel, aki 48-as ruhaméretet hord, vagy tégen. Szerintem abban a szakmában csak diszkrimináció van. Tehát ki mehet ezt stewardessnek? Aki szép. Na, régebben de nem. Igen, tehát, hogy régebben pontosan. Például voltak idősebb stewardessek, mert így volt, van. Aki onnan ment nyugdíjba. Igen. Teljesen természetes volt, hiszen igen. Nem biztos, hogy minden utas a 40 kilós, nem tudom, csini babára vágyott. Igen. Mert hogy nem érezte biztonságban, vagy hogy ő nem bírja el a táskámat, de bezzeg az a hölgy elbírja, megfogja, tudja tolni a kocsit a széksorok között. De lehet, hogy féltek tőle, hogy túlságosan nagy a súly, nagy a teher a repülőn. Na, én... Csabi, azért egy 48-as ruhát hordó nőnek még nem akkora súlya. Ne viccelj már. De ismered azokat a repülőket? Érted? Jó, nem tudom, ez igaz. Bír el, és te ismersz 48-as ruhaméretű hölgyeket? Nem a ruhaméret miatt, hanem valószínűleg a súlya miatt. Meg azért értem, a 48-as csak, hogy akkor a termetét is tudod hozzá kapcsolni. Te figyelj, azért azt tudod, hogy milyen csomagokat visz egy repülő? Tehát nem egy 48-as ruhaméretet hordó hölgy lesz a nagy terméteres. Csak próbáltam a megoldást találni, bocs. Ez nem a megoldás, illetve nem is erre vagyok kíváncsi, hanem kíváncsi vagyok arra, drága hallgatóinktól is, meg tőletek is, gondolkodjatok ezen, nyilván addig jön egy zene, gondolom én, hogy ez lesz, hogy érte titeket diszkrimináció. Hát engem csak igen. Szerintem tud erről majd beszélni, mert mi már erről egyébként sokat beszélgetünk, pontosan a bőrszíne miatt, ami engem teljesen felháborít, hogy gyerekkorában is érték. Felháborít, hogy kicsit barnább. Nem, nem azt háborít fel, hanem az, hogy gyerekként neki ezeket kellett itt megélnie. Jó, beszéljünk ezekről, mert engem is ért diszkrimináció. Hátrányos ráadásul. Téged? Az őszhajad miatt? Na ezt majd mindjárt mert elmesélj. Mert fognak viszont bár történt. Leeséljen nektek, a tudod ki, a Dalai Láma, az meséljen nektek. Sláger reggel. 8 óra 18 perc van, a Haló Angyalokkal beszélgetünk, de előtte egy kis segítség az úton lévőknek. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten! A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Nem fogadják könnyen a szeptembert a rendőrök, a Rákóczi úton a Nyár utcánál nosztalgiáznak, és közben mérik a sebességet, megjegyezném, a dugóban. Így tesznek az Üllői Könyves Kálmán kereszteződésében, arra sem túl üdítő közlekedni, ahogy a városban, tulajdonképpen sehol sem. Tomikám, még egy kérdés, hogy mit terveztél vasárnap délelőtre? Hát egy hatalmas alvás. Jó, ne tervezd már. Jó, majd mindjárt mondom, hogy mit szeretnék veled, jó? Húha, jó. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. Hogy mondjam meg neki, hogy mi már eldöntöttük, hogy ő futni fog? Hát egyszerűen így. Jó, akkor legközelebb, mikor majd... kapcsoljuk, akkor megmondom neki. Na, szóval hátrányos megkülönböztetés. Ugye erről beszélgettünk annak kapcsán, hogy egy orosz igen. Hölgyet a túl nagy ruha mérete miatt nem engedtek fel a belföldi, a külföldi járatokra, csak a belföldiekre. Én annak idején hosszú hajjal rendelkeztem, Tücsi akkor még nem létezett, vagy nagyon gyerek volt, nem tudhatja, hogy én rockstar is voltam. Hajdanán. Tényleg volt. Tudod, a rockstárok, akik azt mondják már így hallott korukról, hogy tudod, amikor még rockstár voltam. Igen, még most is azt gondolja, hogy az. Az emlékek, igen. Az voltam, de tényleg. Igen. És így már gyerekkoromban elkezdtem növeszteni a hajam, hogy mire rockstár leszek, addigra az meglegyen. És például az orosz tanárom csak azért, mert nekem hosszú hajam volt, folyamatosan rossz jegyeket adott. Érted? De biztos, de honnan tudod, hogy azért nem lehet, hogy csak simán nem tudtad az oroszt? De én aztán azért nem tanultam meg az oroszt, mert hogy... Dacból. Igen. De tényleg ott a suliban folyamatosan megkülönböztettek hátrányosan emiatt. Azt gondolták, hogy rockerek csak hülyék lehetnek. Egyedül a magyar tanár volt, aki azt mondta, hogy őt nem érdekli,
Nekünk is volt ilyen tanárunk, férfi tanár egyébként. Az öltönyt is úgy, hogy ki kellett állnom, és én voltam az egyetlen, aki el tudtam mondani a verseket, meg szépen artikulálva el tudtam mondani az ünnepélyen. Mert ahhoz értettél már akkor is, igen. Na hát, tessék, ezzel nincs baj. Nálunk egyébként a matek tanár volt ilyen, aki, hát most ez rossz lenne kimondani, hogy rasszista volt, inkább fogalmazunk úgy, hogy negatívan diszkriminált. Ez onnan derült ki egyébként, hogy engem gyűlölt. De csak azért, mert barna vagy? De azért mondd el, hogy te nem itt nőttél fel, hanem Szombathelyen, ahol még kevésbé találkozhattak esetleg. És azt gondoltam, hogy esetleg túl nagy a szám, vagy nem jól tudom összeadni a kettőt a kettővel, vagy valami ilyen probléma van, de aztán az öcsém, aki 2 évvel fiatalabb, ő ugye ugyanabban a gimnáziumba került, ahol én tanultam, és az osztályfőnöke lett, és a tesóm pedig aztán tényleg, tehát ő egy zseni konkrétan, és őt is, ahol tudta, ott fúrta, és próbált neki matekból 3-asokat adni a központin, pedig az öcsémé volt a legjobb, és teljes depresszióba került, mikor felvették az öcsémet az orvosi egyetemre maximális pontszámmal, mert ő nem tudta, hogy ő bioszkémiából emelt szintűt fog tenni, és nem számít az ő matek jegye. Tehát csak a bőrszín miatt egyszerűen nem azt gondolta, hogy ez... De van egyébként egy durvább sztorim, és ha lesz idő, akkor majd elmesélem. Oké, én kíváncsi vagyok, hogy pirosnak volt a tapasztalata. Bármi. Mert most csak miért amíg végig gondolod a hátrányos megkülönböztetésről, pont az előző órában ért engem hátrányos megkülönböztetés, csak azért, mert férfi vagyok. Nem igaz. Itt ül velem szemben 3 nő, és folyamatosan azt próbálták sugallni a hallgatóknak, hogy nekem nincs is agyam, nincs eszem. A csipkelődés az nem hátrányos megkülönböztetés. Persze, utólag meg tudod ezzel magyarázni. A csipkelődés, tényleg ennek veszed? Hát veled én is hátrányosan meg voltam különböztetve. Igen. Hogy nem vesznek el. De ez nem a bőrszín. Szerintem nem megyünk tovább. De lehet, hogy egyébként az a probléma. Csabi ne akar tudni a folytatást. Na de Petra, neked volt ilyen? Hát igazából hála jó égnek, nekem nem. Tehát velem ilyen nem történt meg. Viszont nagyon sok olyan barátnőm van, aki pont azért, mert gyerekük van, és szeretnének mondjuk másik munkahelyre menni, rengetegszel mondják el, és ez engem tökre felháborít, hogy már az állásinterjú, na akkor van gyereked, hány éves, és akkor nem veszünk fel. Nyilván így nem mondják ki, de azért ezzel nagyon sok nő sajnos szembesül, és azért félek ettől, hogy mi lesz majd, hogyha... gyereket szülek? Na, te is! Hát de te is ellenes vagy, mint én! Jaj, inkább így akartam elmondani! Jaj, de jó! Ezek az angyal gyerekek! Jó, bogár! Babát várunk. Innen szeretném mindenkinek, főleg az én kedves feleségemnek mondani, hogy ez nem miattam van, hogy itt a lányok terhesek lesznek a stúdióban. Kinga még nem szólt. Ma volt egy jó poénod, nagyon jó. Ez volt? Ez tényleg jó. Írjuk már fel. 0630303103 az SMS számunk, de a Facebook oldalunkon keresztül is el tudják mondani véleményüket. Diszkrimináció a téma. 8:23 perc van. Ákos énekel a slágerem. Ilyenek voltunk. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.9 Sláger FM. Ez Budapest reggeli műsora a Sláger reggel Abaházi Csabával és Vágó Pirossal. 8:27 perc van, szép jó reggelt, mielőtt péntek van, itt vannak a Haló Angyalok, Petra és Tücsi, és Petra a hátrányos megkülönböztetés dobta be, mint téma, és Ádi is írt, ő minden bizonnyal nem a mi Ádink, mert azt írja, hogy nagy darab vagyok és kopasz, és egy kis smartot vezetek, azt hiszik, hogy egy agresszív állat vagyok, de igazából gyógypedagógus. Édesem, tényleg, igen. Tehát a kinézet alapján igen. Az emberek teljesen másképp ítélik meg. Mert valószínűleg azokat a tetteket, amik alapján megítéljük a nagy darabokat, meg a kopaszokat, elkövették a nagy darabok és igen. A kopaszok. Érted? Tehát, hogy valamit tettek? De akkor tettek? Sem szabadna így. Oké, csak tehát Magyarország a prekoncepciók országa. Igen. Tehát most pont csak azért, Magyarország. Mert hát nagyon erősek vagyunk szerintem ebben, hogy bélyegeket tegyünk emberekre, hogyha ez a népcsoport ezt megtette, akkor tudti, hogy a smartban ülő szegény kis Ádám is olyan. Tehát minden holland szív. Hát ezt szokták, igen. Úgy jól áll vannak, igen. Na, de biciklizik. Ja, igen. És szegények. Mindenki, és aki Skandináviában él, az alkoholista. Hát amúgy tényleg azok már annyira sötét, hogy valahogy túl kell vészelni. Na, de látod, most te is ezt csinálod? És az angolok, azok meg hülye foci drukkerek, mindannyian. Nem, ez nem így van. Na, végre valami. De a skandinávok tényleg isznek. Hadd igyalak már. Piros, téged ért valaha a hátrányos megkülönböztetés? Én ezen gondolkoztam, hogy effektíven nem emlékszem, viszont volt olyan, hogy bementem egy magyar ruhaüzletbe, tehát egy magyar tervezésű ruhákat áruló üzletbe, és mondták, hogy 38-asnál nincs nagyobb ruha, és én mindig is 40-42 ilyen voltam, és én azt felháborítónak tartottam. Hát de hogy a nagyobb méretű hölgyeken nem úgy mutatnak ezek a ruhák. Ezt mondta. Hát egy 40-es nő az nagyobb méretű. Én is ismerek közelebbről. Igen. Úgyhogy
Aztán én megcsináltam, nagyon tetszett egy ruha, úgyhogy azt mondták, hogy de arra van lehetőség, hogy a varrónőink ugyanezt megcsinálják a nagyobb méretben, úgyhogy na jó. Akkor még, de ez tizen sok éve volt. Most már nem megyek be nyilván azóta se abba a boltba. Úgyhogy ilyen van, ezek szerint a saját életünkben is, ez azért nem annyira durva. Hát de azért be. Hát de. Tehát ő legalább mondja azt, hogy elfogyott, ne haragudjon, hölgyem, annyira kelendő volt. De akkor szegény bement volna holnap is, igen. Meg holnap aztán is. Jöjjek vissza a jövő héten? Ne! Fogjon le és úgy is soha. Visszajöhet a 38-as ezt a méret. Ticsek? Hát nekem megint súlyi sztorim van ezzel kapcsolatban. Amikor eljöttem a gimnáziumból, és akkor van egy ilyen Miss Afro Hungary szépségverseny, aminek az a lényege, hogy legalább az egyik szülőnek afrikai származásúnak kell lenni, és majd a Csabi de ez mindjárt... is akkor hátrányos megkülönböztetés, érted? Hogy legalább az egyiknek, Csabi, a szavakat mindegy, mind a kettő lehet afroamerikai, nem baj? Nem indulhatok el ezen? Mert ez minden más szépségverseny van, amivel elindulhatnál. Szóval, és hát... mit volt mit tenni, megnyertem ezt a szépségversenyt 19 éves koromban, pont tegnap előtt, de mindegy, nem is ez a lényeg. És képzeljétek el, hogy a gimnáziumban, ahova még az öcsém oda járt, bement az iskolaigazgató helyettes, akinek azért azt gondolom, hogy példát kellene mutatni még a pedagógusoknak, és ő teljesen kikelt, hogy én a magam fajták között sem, és egyébként sem vagyok szép. Ezt használta a drága szemtem. De azt mondom, hogy az én sztorim ehhez képest semmi. Tehát már bocsánat, de ez olyan üzenjük ennek az embernek, őt kaptál. Él még meg minden? Él, bejelölt a Facebookon, de elutasítottam. Bejelölt a Facebookon. Büszke lett magára, hogy gyerekeket oktat. Ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. Visszaírtad neki, hogy szevasz, itt a feka. A feka szépség. Ez a Sláger reggel. Budapest reggeli műsora. 8:41 van, szép jó reggelt. Minden pénteken. Halló, angyalok. Az egzotikus szépségű Tücsivel, akitől még a Jéghegy is megolvad, és a bársonyos hangú Petrával, aki garantáltan forró hangulatot teremt az éterben. Halló, angyalok! És ilyenkor szokott azt történni, hogy a Petra mindenképpen meg akar minket lepni. Most mivel? Van két olyan program, amit szeretnék nektek ajánlani. Az egyiket szerintem ti nagyon fogjátok élvezni pirossal, mert hogy van gyerkőcötök, és képzeljétek el, hogy vasárnap 2 órára elsötétül a Nickelodeon, de azért, mert hogy most tartják először a játéknapját, és a millenárisra várnak mindenkit sok szeretettel, ingyenes programokkal, kicsit mozgatják is a gyerekeket, ott lesz Katus Attila is, úgyhogy jó kis program lehetőség. A ez mekkora, hogy a tévé kikapcsolja az adást. Nagyon jó fejjel. Gyerekek menjenek el otthonról. Igen, és innen a tévé előtt üljenek, de csak 2 órára. Mi azért, miközben adunk, tehát nyugodtan, miközben úton vannak, hallgassák a sláget. Persze, abszolút. Pont a Petra lesz adásban, csak mondom. Igen, és tényleg. És hát... nem tudom, hogy mennyire szeretitek Tájföldet, jártatok-e valaha életetekben. Én nekem azért vágyam, hogy oda eljussak. Nekem is vágyom, még sosem. Vágyom rá, igen, de még nem jött össze. Ha esetleg kedvet kaptok, hétvégén lesz, ez is ingyenes, Tájfesztivál, méghozzá a Vajdahunyad várában, tehát nagyon szép környezetben, és itt táj ételeket kóstolhattok meg. Ez én 86-os hahota. Nem vagy? Szóval táj ételeket kóstolhattok, hogyha elfáradtok, lesz tájmasszázs. Szóval minden, ami szemszájnak ingere, és hát én nagyon szeretem a küzdő sportot, a férjem ugye kickbox világkupa második, úgyhogy hoztam nektek egy úriemberre, Cinke Gábort, aki a Thai Box Akadémia edzője, és maga is ott lesz egyébként a Thai Fesztiválon. Hello Gábor! Hello, szia! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlök mindenkit! Te most azért hoztál egy embert, hogy verekedjünk? Nem, csak szimpla verés lesz. Igen, Csabi! Nem, azért hoztam, hogy egy picit sokat nézel ki belőlem. Picit a Thai Boxról, a Muay Thai-ról azért egy pár gondolatot, amivel esetleg megismerkedhetsz, mert átférne, Csabi, csak mondom. Azok ilyen fejbugyik, amiket hoztál, ilyen fejre szerelhető cuccok? Nem sokára meg fogjuk látni, hogy mire jó, vagy meghajlani fogják a hallgatók, illetve a nézők, hogy mire jó. Azt kell mondani, hogy hiányoltam egy picit a ma reggelből, de szerintem a mai esemény után le fogjátok játszani a One Night in a Bangkok című számot. Úgyhogy így a hétvége kapcsán, ahogy Petra mondta is, így van, csupa sport hétvége lesz. Thai Fesztivál vasárnap a Vajdahunyadvárában, ahol a Thai nagykövetség igen megtisztelő kérésére tudjuk képviselni ismételten a Muay Thai-t, és szeretnénk átmozgatni minden korosztályt, minden nemű harcost. Tehát Csabi is mehet, az ő korosztálya is. Csabi is, de hát nem. Csabival nem szeretnék várni egyébként, mert hát vasárnap még messze van, úgyhogy és reméljük feladatom most, tessék, adjátok elő. Muay Thai, Thai Box. Megfordítom a kérdést, hogy nektek mi jut eszetekbe, ha arról beszélünk, hogy Thai Box vagy Muay Thai.
Tessék. Nekem az, hogy így a nekem nagyon csípős, nagyon-nagyon csípős tészta a helyzet eszembe a tájboxról. Emlékeztek még a véres játékra? Igen. Emlékeztek Vandám, még a, így igen. Van ezekre a filmekre, amikor még annak idén bejött, és akkor mindenki ezt nézte. És annyi, hogy sajnos megmaradt sok emberben még a mai napig, hogy még mindig fákat kell nekünk kirúgni a helyéről, meg üvegszilánkokba kell belemártani a kezünket. Hát nem erről van szó, tehát rengeteg budapesti és országos szinten is baráti klubban dolgozunk azon, hogy eloszlassuk az emberekbe ezt a rossz hiedelmet, ugyanis a Muay Thai egy olyan sportág, ami mindenki által üzhető, versenysportág, önvédelmi cél, a kikapcsolódás és stresszoldó cél, tetőtől talpig átmozgat mindenkit. Jó. Mit szeretnél, mit tegyünk most? Én téged akarlak átmozgatni. Most az van, hogy a Facebook oldalon, a Sláger FM Facebook oldalán is láthatók vagyunk, úgyhogy hát én elindítom az általad kért zenét. Azt mindenképpen. És akkor az alatt én most mit csinálok? Hát a Muay Thai-nak az alaptechnikáit fogod gyakorolni. Cipőjét le kell venni, mint neked? Én szeretném. De akkor mi elálljunk? Csabi? Itt az állat, nem? Férfi vagyok. Tessék, ez is egy hátrányos megkülönböztetés. Az én férjem, meg nem büdös a lába. Az egyenleg sem. Neked még nincs férjed. De mindegy, mondjuk azt, hogy van. Én csak egyet fogok kérni, hogy a bal egyenes ne jobb lábbal rúgjad. Na, a helyzet az, hogy a Facebookon folyamatosan követhetik. Igen, egy merényletem van ellened. És még egy ezen kívül? Hát azon kívül, hogy levegy a cipőjét. Hát az nekünk merényletem. Az én merényletem ellenetek. Jó, akkor most a Facebookon követhetnek minket, és a zene után elmeséljük, hogy mi történt velem, jó? Így lesz, igen. Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 8 óra 49 van, és jó reggelt kívánunk, ugye szokatlan módon én köszöntöm most a hallgatókat, mert helyet cseréltünk Csabival. A Sláger reggelben Tücsi és Petra mellé még érkezett egy Muay Thai harcosunk is. Cinke Gábor, igen. Cinke Gábor, köszönöm szépen, csak még itt a sok esemény sodrásában a bemutatkozás is elmaradt. Az van, hogy a Facebook, a Sláger FM Facebook oldalán már láthatják azok, akik azon keresztül figyelnek minket, hogy én megtanultam egy mozdulatsort. Igen. Úgyhogy most már olyan erősnek érzem magam. Büszkék vagyunk. Erősnek érzem magam, senki ne szóljon be. Jó. Jó, lányokat nem bántok, ne féljetek. Én azért merészkedek be. A Thai Box Akadémia új növendéke, Abaházi Csaba be fogja mutogatni a Muay Thai-nak az alaptechnikát, és ebből is az látszik, hogy mindenki által üzhető sportág a Muay Thai, és nem veszélyes, mert a Van Aitin Bangkok alap megtanulta egy mozdulatsort. Na az van, hogy én leveszem a fülest. Gáboron azért vannak ki pajzsok. Jó, tehát... Gábor kért egy bal egyenes Csabitól. Jobb egyenes. Az jó. Oké, és most jobb egyenes, bal egyenes. Jobb, bal. Hátsó tér. És egy húgás. Az jó, Csabi. Büszkék vagyunk rá. Hátsó tér. Na, Csabikám, Csabi most vezeti le a feszkót, én úgy érzem, amit mi reggel belepakoltunk. Most belead mindent az ütésekbe. Nekem most ki kell menni. Nem, most jön a fekete leves. Tessék kattintani a Sláger FM Facebook oldalára, mert ez lesz az igazán izgalmas, ugyanis ami drága Gáborunk. Rajta már van egy pajzs, kaptam még egyet. Egy gyönyörű rugópárnát rátett a Csabira, és most látni fogjuk azt, ahogy megrúgja. Kérlek, teljes erőből rúg meg a Csabit, úgyhogy ki jöjjön. Na! Érik egy pajzsot magam mögé. Nincs pajzs, rugópárna van rajtad, ez van. Van rajtad egy haspajzs, az úgynevezett technikát és az egyenes rúgás fogod elviselni most, mert nem csak adni kell tudni, hanem kapni is kell tudni ebben a sportágban. Akkor a bajnokot is megvan. Na! Gábor rúgásra készül. Mindenki csekkolja a Facebookon. Szerintem vegyem előre? Szerintem vedd le a szemüveget. Igen, vedd le. Én abban reménykedem, hogy óriási. Várj, a levegővételt magyarázta Gábor, az nagyon fontos. A levegővétel és annak a kiengedés, ez minden sportnál tök fontos. Ha mindjárt megtudod, hogy kérdezik, hogy levegő. Na, még egyet! De még Gábor kérdezik. Ez nagyon lányos. Még egyet. Gábor, ez semmi nem volt. Jó, most a lányok kedvéért. Meg sem ott szantál. Na, nézzük. Mutassuk meg, hogy ez egy férfi a sportág, hogy kell bírni. Cinke Gábornak nagyon szépen köszönjük. Találkozhatnak vele a Thai stúdión belül is. Maradt legalább, tehát az ajtó már nem zuhantál ki. Szeretném elmondani. Nem szeretnéd semmit sem. Nem szeretnék semmit. Szóval repetálni szeretné, jó majd? Na, köszönjük szépen, köszönjük egyébként Cinke Gábornak. Most kell kimondanom a basszus hélium játék miatt a basszus szót. Most lehet jelentkezni 06 30 30 30 103. Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 8 óra 56 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szerintem tök jó ötlet ez a Haló Angyalok, hogy minden pénteken bejön a Tücsi meg a Petra.
hátra, és annak is örülök, hogy mindig meglepsz. A múltkor ugye erős paprikát etettél velem. Velünk. Te választottad velünk. A legerősebbet. Hát, de te adtad. Jó, te adtad. Most meg behívtál a sportolót, hogy rúgjon hasba. Hát kösz szépen. Igen, jövő hétre szerintem még túl megérdemelted, maradjunk ennyiben. Kikapcsolta be a mikrofonját a kicsinek. Bocsánatot is kértél? Én voltam. Én nem. Nagyon szeretlek titeket, úgyhogy most elbúcsúzom tőletek. Szevasztok! Hello! Jöttök jövő héten? Igen! Igen. Annyi vagy igen. Ilyet, hogy nem. Oké, rendben, szevasztok. Hello. Sziasztok. Sziasztok. Bosszús. Hélium. A játék, amely a mélybe taszít. Bosszús. Vagy a magasra emel. Hélium. Bosszús vagy hélium. Válasszon hangot, és találja ki az eredeti dalt. Adrián, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Kezdjük azzal, hogy neked nagyon boldog névnapot kívánunk. Jaj, köszönöm, nagyon kedvesek vagytok, de hát az még ezen van egy-két nap, de köszönöm, Csabi, nagyon aranyos vagy. Figyelj, azt írja nekem itt az internet, mert én azzal együtt vagyok okos, hogy szeptember 8-a, ami ma van, Adrián napja. Na, hát figyelj. Húgom is Adrián, hogy ezt tudnom kell. Na figyelj, válasz, légy szíves, ugye DJ Bobo jegyekért, többek között DJ Bobo jegyekért játszunk, úgyhogy az előadó az adott, majd csak a dal címét kell kitalálnod. Hélium vagy basszus, könnyedté. Melyik legyen? Gondolkodtam rajta, a héliumot választom csak. Na akkor indul. Hát ez nagyon könnyű volt, ugye? Ez a There is a Party című felvétel, amit nagyon-nagyon szeretek. Ezt most még én is felismertem volna. Úgyhogy igen, igen, tehát még úgy is, hogy azért az ember nem óriás rajongó, de Adrián, neked így már van páros belépő DJ Bobo koncertjére a Budapest Parkba. Jaj, de jó, nagyon-nagyon örülök. Hát figyeljetek, ez egy igazi névnapi ajándék, és nagyon-nagyon boldog vagyok, nagyon köszönöm. De van ám még ajándékod? Tehát ez csak az est, vagy a napfény pontja lesz, mert aztán egész nap egyébként nézhetitek majd a Nemzeti Vágta eseményeit lelátóról, és szintén másod magaddal, mert hogy oda is nyertél két jegyet. Zseniális, a kislányom iszonyatosan szereti a lovakat, úgyhogy akkor vele töltöm majd a napot, este pedig a férjemmel bulizok DJ Bobóra. Nagyon-nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen. Mi köszönjük, és még egyszer az Isten éltessen. Köszönöm szépen, szép napot, jó hétvégét nektek, sziasztok. Neked is, szia! Vágó Piros felveszi a harcot a búrjázó tévhitek és álinformációk ellen. Kamustra. A holdfény megszépít és megfiatalít, úgyhogy üljenek ki az ablakba, és merítkezzenek a holdfényénél. Na hát ez így ebben a formában semmiképpen sem igaz. A holdfényben való fürdőzés nem frissíti fel a bőrt, de hogyha valaki bírja az éjszakai műszakot ilyen értelemben, és egyébként meg imádja a teli holdat nézni, vagy a bármilyen holdat nézni, és ettől ragyogóbb lesz a szeme, akkor viszont ez mégiscsak igaz lehet. Pusztuljanak a tévhitek! Fire! Mondd azt egy farkas embernek. Vagy egy vámpírnak, hogy a holdfény nem fiatalítja meg. Menjen inkább a napra, szegény! De ha igen, menjen. Azok menjenek a napra, mindenki más megirány a hold. Már nem úgy, hogy fölüljük őket. Úristen, ebből nem fog jól kijönni, Csabi. Sláger reggel. 9 óra 19 perc, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Megérkezett hozzánk Lóci. Így az guten tag, guten morgen. Guten morgen. Nem tudom, hogy hallgattál-e idefele, amikor jöttél, de most egy hősnek érzem magam, hogy kiálltam egy maui táj harcos ellen, és majdnem győztem. Kapott egy nagyon vastag haspajzsot, úgy dumál, a sajátján kívül. Az is vastag pedig. Azért annyira nem kell félteni. Az egy puhább, verzió, igen, nyilván. De hát kibírtam így is egy rugást annélkül, hogy elájultam volna, elestem volna. Nagyon gratul, és nem tudtad zenei hangá formálni, mert régen azt mondták, hogy amikor voltak, igen, az a tu-tu-tu-tu-tu-tu, az igazából egy hasba rugás. Kicsit dopmennek éreztem magam akkor. Nagyon őszintén hangzott, te volt már részed ilyesmiben? Volt hasbarúgásom, képzeljétek el, alsó-alsóöltől, lehasaltam egy térdet, ugye, és majd leorroltam a könyökét, ahogy a nagyok mondják. Nem, de tényleg elsőt a negyedikig kiúkosi karatézni jártam alsóban. És miért hagytad abba? Mert nem tudta kimondani. Ja, kiúkosi karatézni. Akármikor nem lehet ezt kimondani. Nem, mert az volt, és akkor ott elmékszem, a Csiki Gabival ott álltunk.
Igen, és hogy állunk, és akkor így mindenkinek így, nem tudom, abba a Hajime-be kellett állni, vagy nem tudom miben, és akkor ment körbe a bácsi, és akkor kirúgta mindenkinek a lábától, meg hasba rúgatt éjjel, és akkor ettől elvileg karaktert formált. Ez azzal azt ért el, hogy utolsó fél évben a Csík Gabival már nem jártunk be a kiukosi karate edzésre, cserébe az anyánktól kapott pénzen vettünk G.I. Joe-kat. Figyelj, valamilyen szinten... nem tűnt fel anyukának, hogy egyre több a G.I. Joe, és kevesebb a kiukosi. Valamilyen szinten belőletek is karakter lett, csak egy másmilyen. Így igaz, látod, szóval végül is igaza volt a Rita néninek. Rita bácsinak, nem tudom. Lényeg az, formált, igen. A sport az formált téged is. Gitárt hoztál ma? Mert nagyon kis lengén vagy. Hát köszönöm, jó az időként, szeretem az őszt, mindig az elmúlásra emlékeztet. Ezért... Nem, az ősz gyönyörű. Nem, ez a táj dolog, ez megihletett, szóval arról fogok énekelni. Jó, úgyhogy nem sokára kiderül, hogy ki írta a napüzenetét, és hogy szól zenével. A hírek után ezzel megyünk tovább. Ez a Sláger reggel. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra 37 perc van, megérkezett Lóci a gitárral, pöngesd meg, ahogy szoktad. Csodálatos. Na most az van, hogy én kérdezem ilyenkor mindig a Pirostól, hogy ki az, aki megírta a napüzenetét, mihez szólt hozzá. És néz rám a Piros nagy szemekkel, hogy hát most ez csak a Lóci tudja. Lóci. Igen. Vagy magadtól alkottál egyet? És tettél arra, hogy mit írtak a hallgatók? Hát igazából itt kívülről jött egy sugallat, hogy mi lenne. Igazából itt elhangzott egy poén az előbb, hogy a... Nagyon sok poén elhangzott a mai reggel folyamán. Igen, igen. Bocsánat, de az talán adásban nem ment le, hogy az az igazi Thai box, amikor két paraszt összecsapagosvál, és akkor erre gondoltam ezt megzenésíteni. Ó, az elcsípett mondatok, igen, és az elcsípett hangulatok. Tehát akkor nem egy meg hallgatónak az üzenetéből, hanem egy ilyen kollektív tudásból. Igen, merítettem. Sokan hozzászóltak, de akkor legyen az, hogy a napüzenetét ma Lóci alkotta meg. Jó, jó, ez akkor nézzük meg. Tessék! Ez a napüzenete a Sláger reggelben. Előadja Lóci. Az az igazi Thai box fighting, ha a falu pikájával áll ki, a kicsit ittas Pista bácsi, pötör a bajusz kőkemény vádli, összecsap tisza nekerest, és pivajpasznát a kocsmából, kijön a góri, ha, s a bahagyják, ó, nagy az ölelés, és jó a pálinka, de a Pista bácsi tegnap már mind megitta. Ó-ó-ó, tiri-di-di-di-di-di-di, ó-ó-ó, tiri-di-di-di-di-di-di-di, ó-ó-ó. Tudta a poént? És annyira mi vagyok, hogy... Nem, nagyon jól csináltad teljesen, de így kellett. Nem jó. Annyira földobott labda volt, hogy könnyen le lehetett csapdás. Igen, Lócikám, úgy érzem volt a hangodon, hogy már mintha elindult volna a hétvége. Tegnap már koncerteztetek? Igen, tegnap már borfesztivál volt. Megkóstoltam a finom fehéret, a rozét, meg a vöröset is. Aha, igen. Halljuk. És utána pedig ma meg megint van valami vasárnap, meg Mosomagyaróvárban, és a szombat lesz a pihenés, a szép napja. Oh. De hétfőn jössz, nyugtass meg. Igen, úgy döntöttem, hogy hazaérek Mosomagyaróváról. Még időben. Légy szíves, mert várunk majd. Akkor jó hétvégét, szíves, jó zenélés. Nektek is, és a hallgatóknak is, pusz-pusz. Ciao. Sláger reggel. 9 óra 47 perc van, valószínűleg már sokan beértek a munkahelyükre, meg az iskolába, de minden bizonnyal nagyon sokan vannak, akiknek az a dolguk, hogy egész nap úton legyenek, legalábbis ezt tapasztaljuk, hogy a város mindig tele van. Mi a helyzet most az utakon, ezt derítjük ki. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten. A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Hát a határúton az Ady Endre út és a Nagykőrösi út között irgalmatlan dugó van, baleset történt ugyanis az Üllőihez közel. Mindkét rakpart a Hungária körül teljes hosszában bedugult, a Budaörsi hegyalja út szintén rémesen néz ki, nem akarok leszállni. Tomikám, most elmondom akkor végre neked is, amit a hallgatóink már tudnak, nem tudom, hogy csuklottál-e itt az elmúlt napokban a szabadságod alatt, hogy a Somogyi Zoli kiválasztott téged a félmaraton váltó egyik tagjává. Ez van vasárnap reggel 9-kor, jó? Tehát nincs appelláta. Le tudsz futni 7 kilométert?
Hát megpróbáljuk, figyelj, vagy hogy nem tudom, lehet repülve is, vagy nem, valamilyen... Nem, helikoptert otthon kell hagynod, ez biztos. Ha hozod a helikoptert, felszállok melléd. Jó, hát meglátjuk. Na jó, várj. Na így kívánok neked jó hétvégét, szevasz! Édes vagy, sziasztok! Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. Már csak láthattuk volna az arcát, hogy őszinte elmosolya. Hát, Sanda gyanúm, hogy visszajön és folytatja ott, ahol a Maui Thai boxos ott abbajta. Egyébként azt mondják, Gábor, hogy kopterrel könnyebb lesz megközelíteni a helyszínt, vagy vonattal, akár a szerelem vonattal. Daniel Ferenc énekel 9.49-kor itt a slágeren. Ez a sláger reggel. Budapest reggeli műsora. Mindjárt 10 óra van, 4 perc múlva, úgyhogy itt van már velünk Somogyi Zoli. Hello! Jó reggelt! Azt nem tudom, hallottad-e, mert ugye Tomi, akit mi kijelöltünk, vagy te hogy kijelöltél. Hogy most tudta meg tényleg? Jó, hát most én azt tudom, hogy már beszéltetek Csabi vele erről. Csabi fokozatosan próbálta adagolni neki szerintem a végén, tehát nem állt neki végig össze, hogy miért fogadja a hétvégi fel. Hát, nem tűnt túl lelkesnek az előbb. Nem? Találkoztál vele? Hát figyelj, én azt gondolom, én a hangja alapján... Hát hallottam, alapján, a hangja alapján, ja, mondom, hogy nem tűnt alapján ítéltem meg, teljesen mindent, hogy lelkesedik-e. Vasárnap legyen lelkes, amikor futnia kell, érted? Most azt, hogy most örül le a lehetőség, örüljön már a lehetőség, együtt futhat Somogyi Zolival. Egy csapatban lehet. Ha vasárnap nem mosolyogva fut, akkor ne is üljön már hétfőn helikopterre, ha és vasárnap nem mosolyogva fut. Na mindegy. Azért ezt megjegyeztük, hogy te nem jössz. Vágó Piros a másik oldalára fekszik, akkor éppen majd. Hogy helyettesítheti Piros. Nem, fölhívom telefonon majd. Szia Piros, gyere drukkolni, itt vagyunk már! Egyébként drukkereket várunk a vasárnapi félmaratonra. Ugye hárman futjuk le a félmaratont. Ma már megkaptuk Tücsitől, hogy hárman, mennyire nem férfias teljesítmény. De tőlünk az. Vagy te le tudnád futni a félmaratont egyedül, Zoli? Le, szerintem igen. De hát osztozzunk az örömben. De hát akkor, nem megyek. Akkor én nem megyek, hanem akarod. Munka, tudod? Na jól van, akkor vasárnap futunk egy jót, és legközelebb akkor hétfőn találkozunk. További kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek Somogyi Zolival. Hétfőn 6-kor jövünk. Az új reggeli műsor. Sláger reggel. Minden hétköznap reggel. 6-tól 10-ig. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.